tartalom és forma. Segíts! A gics az tulajdonképpen szubjektív. Lételemeinkben utal arra, ami valódi művészet. Élményként telepszik meg bennünk. Ugyanis élményről van szó elsősorban. Sok forma, kevés tartalom. Amíg a művészet a kulturális fejlődés irányába hat, és ennél fogva úttörő szerepe sokszor csak egy szűk, elit réteg ízlésvilágán keresztül nyilvánul meg, nem követi azt a metódust. A gics, ha nem lenne áru, éppen a lényegét veszíteni el. Mert szép, mert olcsó. Egyszerűen, hogyha most csinálsz valamit, és azon ráraksz még valamit, és az nem kell, akkor azt mondhatjuk gicsnek. Hát ami mindenkinek tetszik, és mindenki számára elérhető. Komoly kutatásokba kellett bocsátkoznom, amikor a gics fogalmát próbáltam definiálni. Hú, az, amit csináltam. Tudtam, hogy a gics az egy végtelen szubjektív fogalom. És felszínes. Na most a gics maga, tehát egy ilyen kanonizált művészeti rendszerben sajnos nem találja meg a helyét. És új irányokat próbáltam keresni, nem művészettörténeti megoldást. Így jutottam el a számmisztikához. Tehát a gics az, ami nem késztet gondolkodásra, ami nem nyújt a lelkednek semmi szépséget, egyszerűen ott van és áll magába, és tönkre kell tenni, és el kell taposni. És a hölgyeknek a szépsége az pedig le lenne butítva különböző domborulatokra, és kevésbé fontos finom rajzolatokra. És sikerült is definiálnom így a gics fogalmát. Bizonyítékként fel tudom mutatni néhány vázlatomat. Gyakorlatilag bármilyen irányból közelítjük meg a kérdést, a számok segítségével mindig ugyanaz az eredmény következik a gicsre. Egy konkrét példán szeretném ezt bemutatni. Elvis 5 betű. Cuki Golf 8 betű. Gémeskút 8 betű. Ez összesen 21. A 21-es szám két számjegyből áll, tehát ha hozzáadunk 2-t a 21-hez, 23 a végeredmény. Tehát azért, mert a műalkotás gics hatás elvekén alapszik, mármint a működési elve, és azt kell figyelembe venni, hogy a műalkotás, a valódi art, a high art, vagy akárminek is nevezzük, az a gics hatásmechanizmusával lépett túl magán a gicsen. Kína 4. Hello Kittyből gyököt vonunk. Hello Kitty, már enőm. Hello Kitty, cingodőri. Hi cic lesz a végeredmény. Ez 10-et eredményez. A 10-hez hozzáadunk 10-et, az 20. A 20-hoz hozzáadjuk a traktor szót, az egyértelműen 23. Azt hiszem, ennél erősebb bizonyíték nem létezik arra, hogy a gics nem más, mint 23. Tehát a műalkotás maga a gics. Mi a gics? Nem tudom.